Ebben a videóban az űrlapokkal foglalkozunk. Mire használhatók az űrlapok? Az űrlapok az adatbázisok adatainak megjelenítésére és azokkal történő manipulációra, törlésére, módosítására, új adatfelvételére használhatóak. Nézzük meg akkor ezt egy konkrét feladaton. Az áru űrlapon jelenjen meg az árukód mező kivételével valamennyi mező. Továbbá helyezzünk el egy kapcsolót rajta, amelynek segítségével csatolt űrlapként meghívhatjuk a forgalom űrlapot. Ezen az űrlapon két mezőt, a dátum és az eladott darab mezőt helyezzük el. A csatolt űrlapokat varázsló segítségével készítsük. Majd a tervező nézetben az áru űrlapra helyezzünk el egy beviteli vezérlő elemet, amelynek feladata az áfa értékének a megadása. Továbbá állítsuk át a mezőt és az űrlap háttérszínét kékre, illetve halvány sárgára, szabványos űrlap esetén. Előző tanulmányainkból tudjuk, hogy az űrlapokat létrehozás szempontjából kétféleképpen, alapvetően kétféleképpen hozhatjuk létre, vagy tervező nézetben, vagy űrlap varázsló segítségével. A további űrlapra most nincsen üres űrlap, tehát alapvetően az a kettő lehetőségünk adódik. Lehetne varázslóval létrehozni, meg kell adni, hogy miből vegye az adatokat a varázsló. Na most, mint az előzőekben láttuk, ez már egy kész adatbázis, tehát a feladat megvan oldva, úgyhogy most visszafelé fogok haladni itt is, és megnézem ezt a bizonyos kész áru űrlapot, hogy hogyan néz ki. Mint láthatjuk, vannak rajta mezőadatok, na most nézzük csak meg, hogy az áru táblában ugye milyen mezőknek kell lennie. Az áru táblában az áru kód, az áru név és az egység áll szerepel. Igen, ám de a feladat szövegében az van, hogy az áru kód mezőt ne vegyük föl. Tehát mondjuk a varázslóval készítettük ezt az űrlapot, akkor amikor kiválogattuk a mezőket, akkor az áru kódot nem választottuk ki. Ilyen módon csak ez a két mező van benne alapértelmezésben a kiválasztott mezők között található. Viszont későbbiekben föl kell venni egy harmadik mezőt, amely az áfa tartalmat adja meg, és ez az áfa tartalom, ez itt látható is, amely megjelenik számított értékként 17 forint. Na most, ez egy fiktív mező gyakorlatilag, amelyet lekérdezésekben láttuk, hogy hogyan kell készíteni, hogyan lehet vajon itt elkészíteni. Másrészt van rajta egy nyomógomb, amely egy nyomógomb egy ehhez kapcsolódó úgynevezett csatolt űrlapot hív meg, amely az első táblában, az első űrlapon lévő rekordhoz kapcsolódó, tehát ez egy táblából, az áru táblából veszi az adatait, tehát az áru tábla első rekordjához kapcsolódó rekordokat mutatja a második űrlapon, amely szintén egy táblából veszi a forrás adatait. Ha veszem a második rekordját ennek az áru táblának, akkor lehet látni, hogy a hozzá kapcsolódó csatolt információ frissül, és hát ha a második táblában lépegetek, akkor csak az ott lévő rekordokat járom körbe, de függetlenül nem tudok, tehát nem tudok, mivel a függési viszony olyan köztük, hogy a záró hívta meg a forgalmat, ezért visszafelé nem fogok tudni változtatni itt az adatokon, csak ebből az irányból.